Szívből gratulálok, negyedik hely, álmodtál erről? Köszönöm szépen, megmondom őszintén, hogy nem, ilyen jó helyezésben nem gondolkodtam, főleg úgy, hogy a rajtlistán én a 11. helyet foglaltam el a 26 versenyzőből, nagyon erős mezőn gyűjt össze, ugye az első 3-4 versenyzőnek egy 21-en belüli ideje volt, amivel már az olimpián is ott lehet lenni az élmezőnyben. Plusz még itt a páratartom és az időjárás sem kedvezett nekem. Viszont verseny közben nagyon jól éreztem magam, és nagyon jó erőben is voltam. Ez az esős, végig esős idő, ez hogy hatott rád? Meglehetősen jól. Én reménykedtem egyébként az esőben, hiszen sokkal jobb, hogyha esik, de tiszta levegő, mint hogyha süt a nap, és nagyon nehéz, nagyon párás a levegő. A gyaloglásban mindig is egy kulcskérdés, hogy a bírák hogy ítélik meg a mozgást. Itt te hogy álltál ezzel, mennyi büntetésed volt? Általában nem szoktam izgulni emiatt a versenyeken, hiszen utoljára 2008-ban állítottak ki utoljára. Szóval meglehetősen biztos a technikám. Ehhez képest most már 10 kilométernél két figyelmeztetésem volt, ami azt jelenti, hogy még plusz egy figyelmeztetés után már kiállítottak volna. Szóval az utolsó 10 kilométert úgy kellett megtennem, hogy nagyon óvatosan, egy kicsit vissza is kellett vennem a tempóból, és így kellett minél jobb eredményt és minél jobb időt mennem. Mennyi volt az idő eredményed? 1 óra 23 perc, 51 másodperc, ami nem az ideje legjobb, de nagyon örülök neki, hiszen a körülmények nem voltak tökéletesek. Na de, ha nem tévedek, ez Rióra is elég lenne. Természetesen igen, ez már a riói szintet megüti. És azt még el kell mondjam, hogy nem is úgy jöttem ide, hogy az idő fog számítani, hanem a helyezés miatt jöttem ide. Szóval nem is szerettem volna jó időt menni, hanem jó helyezést szerettem volna elérni, ami sikerült is. De hát nem volt rá szükséged tulajdonképpen, hogy itt szerezd meg a helyet, hiszen már neked van kvótád. Igen, már áprilisban sikerült teljesíteni a kvalifikáció szintet kétszer is. Egyszer Poggyabrádiban egy elég nagy nemzetközi versenyen, másodjára pedig otthon Békéscsabán a felnőtt országos bajnokságon. Máté, egy ilyen 20 kilométer után, bár semmi nyomát nem látni, hogy te épp most 20 kilométer teljesítettél volna, de mégis mennyi idő kell a teljes regenerálódáshoz? Most még biztos azért nem látszik rajtam, mert még tele vagyok adrenalinnal és boldogsághormonnal, majd inkább este fele fogok már fáradtabb lenni, sőt lehet aludni se fogok tudni, olyan fáradt leszek. Egyébként a normális edzéshez, hogy már normális edzésmunkát tudjunk elvégezni, legalább másfél hét kényszerpihenőre van most szükségem. Hát akkor jó pihenést kívánok! Köszönöm szépen!